Egészséggel még nem nagyon foglalkoztunk itt a Pomodoróban, ma azonban ezt is pótoljuk. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket ismét innen az Adivárosi Tópart pizzériából, és szeretettel köszöntöm vendégemet Fenyő Mártát, fizikust, a méltán híres Sensolite fényágy és Pioptron lámpának a feltalálóját. Na, hát az első kérdés, ami rögtön megfogalmazódott bennem, az az, hogy egy hölgy mégiscsak egy ilyen területre téved, az hogy hozza az élet? Egészen egyszerűen hozza az élet, nagy szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Amikor egyetemre jártam, akkor társadalmi ösztöndíjas voltam, a Medicor művektől kaptam társadalmi ösztöndíjat, ami azt jelentette, hogy havi 500 forintot az egyetemi tanulmányaim mellett, és azt befejezve 5 évre el kellett menni dolgozni a Medicor művekhez, ami orvosi műszerek gyártásával, fejlesztésével foglalkozott. Itt találkoztam először az orvosi biológiai kutatással, fejlesztéssel. Itt mondhatnám azt is, hogy itt találtam ki azt a dolgot, hogy az én feladatom az orvosi munka egyszerűsítése, jobbítása, így kezdődött. Minden szakmának megvan a szépsége és megvan a hátulütője. Mi az, amibe beleszeretett? Csodálatosan jó dolog, olyasmin dolgozni, amivel az embereknek segíthetünk. Nem csak a betegeknek, nem csak az orvosoknak, mindenkinek. Mondok egy példát, például az első találmányom, amit a Medicor műveknél dolgoztam ki, ez az Optics röntgenkép korrektor volt. Ezzel azt tudtam segíteni, hogy az orvosok sokkal könnyebben, sokkal jobban tudtak diagnosztizálni, sokkal jobban látták a röntgenképet, és mindez 50%-kal kisebb röntgendózis mellett. Tehát tulajdonképpen ez az érzés, hogy az embereknek segíteni, ez akkor épült be testembe, lelkembe, és azóta is ezen dolgozom. Úgy kezdtem a beszélgetésünket, hogy a méltán híres lámpa és a fényánynak a feltalálója. Na hát azért hosszú út vezetett azt hiszem odáig, hogy tényleg elismerjék ezt a lámpát, azon túl, hogy nagyon-nagyon jó hatással bír, és ezt szakmailag is igazolják az orvosok. Meg kellett ezért küzdeni, ezért a sikerért? Óriási, óriási küzdelem volt az első perctől fogva, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a polarizált fényterápia, ami ennek a fényágynak, illetve a Bioptron lámpának az alapját képezi, tehát a polarizált fényterápia az egy vadonatúj dolog volt akkor, 30 évvel ezelőtt. Teljesen hülyének néztek, hogy fénnyel akar gyógyítani, hát micsoda marhasság ez. De hát végül is ugye a sok száz vagy sok ezer gyógyult beteg, most már mondhatom bátran, hogy sok millió gyógyult beteg, az óriási jó eredmények azért magukért beszéltek, úgyhogy szép lassan, mondhatnám azt is, hogy orvosról orvosra kellett a világot meggyőzni, de sikerült, úgyhogy most már teljesen elfogadott terápia, a polarizált fényterápia. Jól tudom, hogy ez egy szabadalmaztatott eljárás egyébként? Igen, igen. Hát ugye az első szabadalom az 1980-as évek elején született, és később, amikor szerettem volna ugye a lokális kezelésre alkalmas lámpát kibővíteni, hogy az egész test kezelésére alkalmas legyen, akkor óriási fejlesztő munka után végül is sikerült egy olyan szabadalmat készíteni, ez 2004-ben történt, amivel ezt a technológiát teljes biztonsággal lefedjük, úgyhogy később 2007-ben a Sensolite fényágy prototípusa már ennek a találmánynak az alapján készült, igen. Ez egyébként hogy működik? Feltalál valamit és folyamatosan gondolkozik valami új ötleten? Igen, tulajdonképpen most már elég régóta csinálom, ki sem merem mondani, milyen régóta, nagyon. Valami új mindig jön az ember látókörébe, amire megoldást keres. Azt hiszem, az feltalálóság az egy ilyen adottság, hogy bármilyen szituáció van, kérdés van, megoldandó helyzet van, akkor valaminek eszébe kell jutnia az embernek. Igen, igen, ez folyamatosan megy, most is természetesen. Akkor a hétköznapokban sem pihen az agya, ahogy mondhatom? Nem. Nem. Folyamatosan valamin kell. Igen. Szóval tulajdonképpen valami új ötlet mindig jön, úgyhogy most például ugye van a fényágy, amivel kapcsolatban hát nagyon sok jó tapasztalatunk van, nagyszerű tapasztalataink vannak. Már most forgatom a fejemet azon, hogy lehetne ezt a dolgot tovább fejleszteni. De azért nem mindig ezzel foglalkozom, van egy csodálatos családom,
nagyszerű lányaim vannak, Éva és Judit, és nekik is vannak nagyon nagyszerű gyerekeik, 5 unokám van, úgyhogy igazándiból én mostanában elég sokat próbálok velük együtt lenni. Visszakanyarodva, ők például rengeteget használják a fényágyat, én is nagyon sokat használom. Nem probléma, hogy most erre így rákanyarodtam. Mert ez most a családunknak egy elég jelentős lehetőséget nyújt. Ugye, hogyha például én elég vadul síeltem, sokat kosaraztam, sokat sportoltam, elég sokat sérült a térdem, most nemrég volt például egy térdműtétem, ami egy komoly nagy beavatkozás volt, azt mondták, hogy még egy kb. Fél év az, amíg ez a tér újra használható lesz, újra tudok sportolni. És hát örömmel jelenthetem, hogy a műtétet követően minden áldott nap befeküdtem a fényágyba, és gyakorlatilag egy hónap múlva mindent tudtam csinálni. Zumbázom, aerobikozom, úszom, tehát mindenre képes vagyok, úgyhogy például ezt hadd újságoljam el, hogy az ilyen típusú műtét utáni rehabilitációra fantasztikusan jó ez a fényágy, és én ezt nagyon sokat használom is. Gyerekek is, a kicsikék, akik óvodába, iskolába járnak, hogyha egy pici nátha jelenik meg, például akkor ők már bevennek a fényágyba, lehet játszani, lehet beszélgetni, lehet együtt lenni, 3 testvér is tud egyszerre ott időt tölteni, és gyakorlatilag ezek a gyerekek nem voltak betegek, amióta ezt a terápiát használják. Megelőzésképpen lehet az immunrendszert olyan helyzetbe hozni, hogy ne betegedjenek meg. Akkor azon túl gyakorlatilag, hogy bizonyos gyógyító funkciót ellátnak ezek a gépek, ezek az eszközök, ezen túl egyfajta fittséget is eredményez, mondhatjuk ezt, ugye? Igen. Fittek, erősebbek lesznek az emberek, energiával töltődnek föl. A sportolók például ezt kiválóan hasznosítják, hiszen több edzést bírnak, nem fáradnak el annyira az edzésen, a sportsérüléseik sokkal gyorsabban gyógyulnak, és hát amit már az előbb említettem, nem nagyon betegednek meg, sokkal kevésbé támadhatja meg őket egy fertőzés, egy vírusos vagy bakteriális fertőzés, és így kevésbé esnek ki a tréningből. És még egyet hadd említsek, ami szintén mindenkire vonatkozik, nagyon, nagyon fontos most, és azok az emberek jól füleljenek, akiknek allergiája van, mert nem sokára sajnos beköszönt az allergia szezon. Nekem nagyon sok ismerősömnek van, és nagyon nagy szeretettel használják. Meg lehet előzni az allergiát. Tehát, hogyha valaki az allergia szezon beköszönte előtt egy hónappal elkezdi használni a fényágyat, akkor bizony meg lehet előzni, és vagy nem jön ki egyáltalán az allergiás tünet, tehát a prüszkölés, a köhögés, a szem könnyezése, a nátha, vagy sokkal, de sokkal gyorsabban elmúlik, és kisebb intenzitással jön elő, úgyhogy akik allergiásak, azoknak nagyon-nagyon érdemes használni a fényágyat. Tanácsos használni, de nem ilyen gyakran? Ez attól függ. Ugye most egy-két példát soroltam föl, például ugye ez a sérülés volt, illetve a térdsérülésem volt, műtétem volt, és a műtét utáni rehabilitációt az egy ötödére tudtam lerövidíteni a szokásoshoz képest. Akkor például én minden áldott nap használtam. Érdemes, mert nagyon-nagyon le lehet. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nagyon-nagyon le lehet rövidíteni a rehabilitációs időt. Ilyen esetekben minden nap, ha egy másfajta spörtsérülés van, például húzódás, rándulás, ficam, ödéma, hematóma, tehát ilyen zöld-kék foltok, akkor is érdemes minden nap használni, mert nagyon-nagyon gyorsan elmúlnak ezek a sérülések. De mondjuk, aki például allergia ellen megelőzési céllal akarja használni, ott azt ajánlanám, hogy az első héten hetenként 3-szor, a második héttől kezdve hetenként 2-szer használja, egészen az allergia szezon végéig, és merem mondani, hogy nagyon boldog lesz, mert nem kell többet szenvedni ezektől a kellemetlen tünetektől. Hogy tegyek még egy dolgot hozzá, nem csak a légúti
allergiákra, tehát a pollen által okozott allergiákra jó ez, hanem az ételallergiákra, bőrallergiákra és egyebekre is nagyon jól működött tapasztalatok szerint. Egy kicsit kanyarodjunk vissza a családhoz. Engem nagyon érdekelne az például, hogy hogyan viselik a gyerekek, illetve az unokák azt, hogy a anyuka vagy a nagymama folyamatosan dolgozik és mindig valamint töri a fejét. Hát ha visszatekintünk azokra az időkre, amikor az én lányaim kicsik voltak, már akkor kezdődött ez az életmód, nehezen viselték. Hát az esték avval teltek, hogy jöttek a telefonok, és válaszolni kellett a betegek kérdéseire. Elég rosszul viselték, de ahhoz képest nagyon sokat tudtunk együtt lenni, nagyon intenzíven, tehát hála Istennek egyikük se sérült. Az unokákkal kapcsolatban az a helyzet, hogy ők nagyon büszkék, és az iskolában, hogyha adott szituációban, mit tudom én, környezetismeretről, ből esetleg találmányokról vagy feltalálókról van szó, akkor mindig büszkén elújságolják, és hogyha valami cikk vagy újságban valami fénykép megjelenik, akkor azt beviszik, megmutatják, ők nagyon büszkék erre. Nagyon, ez jó így, jól működik, és hát az én kislányaim se voltak olyan nagyon elkeseredettek, mert hát este lefektettem őket, és aztán indult a munka. Nemzetközileg egyébként milyen a megítélése ezeknek az eszközöknek? Nagyon jó, nagyon jó, nagyon szeretik, és használják, és nagyon jók a referenciák. Gondolta valaha, hogy egyszerűen sikereket fog elérni? Hát én bíztam benne, én reméltem. Alapvetően megmondom őszintén, hogy én nem azért kezdtem el ezt csinálni, és ma sem igazán azért csinálom, hogy kasszírozzam a sikerélményeket, hanem mert egyszerűen annyira jó azt látni, hogy embereknek a fájdalma, a szenvedése ettől elmúlik, megszűnik, csökken, úgyhogy én elsősorban emiatt csinálom, nem is igazán azért, hogy anyagi előnyökhöz jussak, egyszerűen csinálom. Mindig azt gondoltam egyébként, még anno, amikor az egész elkezdődött, amikor lábszárfekélyeket kezeltem napi százat, amikor az egészet be kellett bizonyítani, akkor is arra gondoltam, hogy hát ez most nagyon nagy munka, és nagyon nehéz, és nagy küzdelem. Tehát ha jó, akkor előbb-utóbb csak meg fogja hozni a gyümölcsét. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és azt el szeretném árulni a nézőknek, mielőtt elköszönnék, hogy a következő magazin műsorunkban a Nőkétszerben is fogunk önnel beszélgetni, akkor egy kicsit jobban bemutatjuk ezeket a bizonyos eszközöket, méghozzá ezt a bizonyos fényágyat, úgyhogy talán ki is próbáljuk akkor. Úgyhogy én köszönöm, hogy eljött hozzánk, és akkor majd még folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen. Nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, viszontlátásra. Műsorunk helyszínéről és a finom falatokról az Adi Városi Tópart Pizzéria gondoskodott. Meglátod, megkívánod, megszereted. Kuponok újra töltve.